A legutóbbi alkalommal elvégeztünk egy érdekes és látványos kísérletet. Akkor megbizonyosodtunk arról, hogy a lőpor egyik alkotója, a salétrom bomlása során égést tápláló gáz fejlődik. Ezt akkoriban salétromos légszesznek nevezték el. Ez nem más, mint az oxigén. De egy Joseph Priestley nevű természettudós volt az, aki higanyoxidból először állított elő tiszta elemi állapotú oxigént kísérő gázok nélkül. A higanyoxidot elkezdett heríteni, a higanyoxid hamarosan bomlani fog, és a fejlődő oxigént parázsló gyújtópálcával lehet kimutatni. És itt van lángralobban a parázsló gyújtópálca, most újra meg kell várni, hogy a fejlődő oxigén kiszorítsa azokat a gázokat, amiket bevittünk. Talán most már kísérletezhetem, újra beviszem, és lángralobban a parázsló gyújtópálca, ez jelzi, hogy itt egy olyan gáz fejlődik, ami az égést táplálja. Akkor most nézzünk meg néhány példát arra, hogy tiszta oxigénben hogyan játszódik le az égés. Oxigént fejlesztünk kálium-permanganát és hidrogén-peroxid segítségével kénsavas közegben. Megnyitjuk a csapot, elkezd csöpögni rá a hidrogén-peroxidos oldat. A fejlődő oxigén szép lassan kiszorítja a levegőt, és amikor úgy gondoljuk, hogy már elegendő levegőt szorított ki, és már csak oxigén jön, akkor a fejlődő oxigén gázt oda vezetjük. Meggyújtjuk és látjuk, hogy tiszta oxigénben sokkal hevesebb az égés. Hasonló jelenséget figyelhetünk meg a gázégők esetében is. Hogyha most elzárom az oxid beáramló levegőtját, akkor úgynevezett világító lánggal ég, mert a benne lévő koromszemcsék ezen a hőmérsékleten ilyen szinten világítanak. Abban a pillanatban, hogy engedjük a levegő beszippantását, akkor tűlángá válik, és az az érdekes, hogy ilyenkor a beszívott levegő keveredik az egésszel, egy kevert gázzel egy kap, nem csak a felületen érintkezik az oxigén, hanem már belül is, ezért magasabb hőmérsékletű lesz az égés. Alacsonyabb hőmérsékletű, magasabb hőmérsékletű. Kevés oxigén, sok oxigén. Az előbbi kísérletet megismételjük úgy, hogy oxigénnel teli lombikba helyezzük a gyertyát. Látszik, hogy vakító fehéren ég, mivel magasabb hőfokon zajlik az égés. A következő kísérletet Mercedes végzi el. A kísérlet az lesz, hogy az izzófaszenet belerakom tiszta oxigénbe, és mindjárt ízlik. Amikor izzás állapotában van, akkor kéne berakni. És beleteszem a tiszta oxigénbe. Nézzük, mi történik. Pattog. Ízzik. Amikor Mercedes kihúzza a lángoló pálcát, az tovább ég, de már nem olyan fényesen, mint a tiszta oxigénben. Az égés feltételei közül eddig körbejártuk az éghető anyagot, a közeget, és még van egy nagyon fontos, ami már egyszer közben elhangzott véletlenül, a gyulladási hőmérséklet. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy aktiválnunk kell azokat az anyagokat, amiket égésre akarunk szánni.